közben nekünk, kérlek, így mondj magadról pár szót, hogy kivel is állunk itt szemben. Sziasztok, Tamás Attila vagyok, a Japun Media Kft.-nek az ügyvezetője. Igazából, ami most kibontakozhat a cégünkből, ez a Japán Cuccok nevezetű márkánk, brandünk, az új brandünk. Kővántéli Vásárcsarnoknak a nemzetiségi napjai. Ez egy rendezvénysorozat, ugye minden évben tavasztól őszig különböző napokon, ugye csütörtöktől szombatig vannak ezek a kulturális napok, horvát napoktól kezdve ide a japán nap, hogy mindenféle kultúrát bemutató rendezvénysorozatról van szó, és minket kértek föl, hogy a japán napokat évente két alkalommal megszervezzük ide. Zöldségesek és húsosok közé elég nehéz betenni egy japán napot, de próbálunk a helyjel barátkozni, és ez alapján kialakítani egy olyan rendezvény színvonalát megszervezni, hogy az embereknek tetszedjen. Ugye most jelenleg a nyári japán napjaink vannak, kapcsolódik a Tanabata ünnephez. Most magára a rendezvényre. Itt végigjártuk itt a rendezvényt, nagyon sok asztalt és programot láttunk, és úgy láttuk, hogy tulajdonképpen nagyon sok látogató érdeklődött ezek iránt a programok iránt. Igen. Meg tudjátok becsülni, ugye most egy háromnapos rendezvénysorozatról beszélünk, ugye jól emlékszem, hogy mennyi látogató fordult itt meg, hogy hány embert vonzott ez ide? A Vásárcsarnok vezetése szerint ezeken a nyári alkalmakon megrendezésre került napokon 10-15 ezer vendégre lehet számítani. Azért itt a mi japán napjainkról el lehet azt mondani, hogy ugye Magyarországon elég sok japán fan van, itt mondhatjuk az animét, a japán kultúrát egybe is vehetjük. Ezt megtolhatjuk plusz 1000-2000-3000 emberrel, attól függ ugye, hogy akkor kit érdekel, az bárki kijöhet, ez megvan mindig hirdetve nálunk a közösségi portálokon, úgyhogy sokan jönnek ki, de többnyire külföldiekről van szó. Igen, azt akartam is mondani, itt láttuk, hogy sőt, még japán nemzetiségűeket is láttunk kint, hogy nekünk egy kicsit nehezebb megkülönböztetni őket, de szép számmal láttunk itt külföldi látogatókat és érdeklődőket is. De mindenki élvezi a japán napokat.
Nos, a Tanabata ünnepségnek a jelentése az lenne, hogy a csillagünnepnek hívják ezt. A csillagünnep ugye két csillagról szól, Hikoboshi, ez a fiú csillag, és az Orihime, a lány csillag. Na most a történet úgy kezdődik, hogy volt az Orihime, a szövőlány, aki ugye a csillagok fejedelmeinek szőtte a ruhákat. Látva az apja, hogy hát ő milyen szomorúan szövi ezeket a ruhákat, és jó lenne párt találni számára, elkezdett keresni az égboltban. Na most talált is egy fiút, akit úgy hívtak, hogy Hikoboshi. Ő egy pásztorlegény volt, és a tehenei nagyon szépek, legeltek, nagyon kövérek voltak. Ugye ez azt jelenti, hogy törődött vele. Na most akkor úgy gondolta az apukája ennek az Orihimének, hogy akkor mi lenne, hogyha őket összehozná, össze is találkoztak, egymásba szerettek. De annyira megszerették egymást, hogy azután se nem szőtt a lány, a fiú nem foglalkozott a tehenekkel, elsoványodtak, a csillagok fejedelmein már szakadt le a ruha, ezért büntetésből szétválasztották a párt. Évente egyszer kaptak lehetőséget találkozásra, azért, mert látták, hogy milyen szomorúak lettek. Évente egyszer van lehetőség 7-én, hogy ez a két csillag találkozzon. Ilyenkor van ez a két csillag a legközelebb egymáshoz, és azon az éjjel, azon az éjszakán, azon a napon a szarkák segítségével hidat csinálnak, a szarkák ugye segítenek, hogy a tejút folyóján keresztül találkozhassanak egy éjszakán, egyszer egy évben. Úgyhogy igazából a Tanabata ünnepségnek ez a jelentése. Ilyenkor szoktak papírcetlikre fölírni kívánságokat, azért is, hogy valószínűleg, hogy ugye ez a japán babona szerint, hogy ilyenkor biztos, hogy teljesülni fog az a kívánság, amit ezen a napon kívánnak. Nagyon szépen köszönöm neked ezt az interjút, és szeretnénk további sok sikert kívánni ehhez a rendezvényhez. A mostanihoz is, illetve a további rendezvényhez. Mindenki, mert majd novemberben újra találkozhatunk itt szintén a japán napokon. Kicsit hidegebb lesz, most nagyon meleg van, de akkor nagyon hideg lesz. De várunk szeretettel titeket. Mi is itt leszünk, köszönöm szépen. Sziasztok!